A medvetámadások elszaporodásának kérdése is téma volt Tamás Sándor, Kovászna megye tanácselnökének 8. alkalommal megtartott megyeinfóján. Noha egyre inkább tarthatatlan a medve probléma, a helyi hatóságoknak nincs eszköz a kezükben, hogy ezt a problémát megoldják. Miután hosszasan sorolta a Kovászna megyei medvetámadásokat, a nagyvadak okozta károkat és az emberek veszélyeztetését, Tamás Sándor hangsúlyozta, nem az erdőkben, hegyekben élő medvék képezik a gondot, hanem azok, amelyek már fényes nappal is bejárnak a településekre. Háziállatokat ölnek, embereket veszélyeztetnek. Én erdész alapvégzettségű vagyok, de szeretem az erdőt, szeretem az állatokat, de viszont egyensúlyban kell tartani. Én azt gondolom, hogy egyensúlyban kell tartani a természet normális, természetes működését, és ugyanakkor pedig az emberek biztonságát és a vagyonok, az emberek vagyonának a megmentését. Így, mint az elején is mondtam, arról van szó, és az a nehezebb történet, amikor a medvék már bejönnek a faluba. A háromszéki tanácselnök elmondta, csatlakoznak a Hargita megyei polgármesterek és közbirtokosságok képviselői által kezdeményezett tiltakozó akcióhoz július 5-én Bukarestben a Környezetvédelmi Minisztérium előtt. Emlékeztetett, hogy Kovászna, Hargita, Maros és Brassó megyék önkormányzatainak vezetői több ízben is levélben fordultak a minisztériumhoz ebben a kérdésben, de a legtöbbször választ sem kaptak.